Köszöntöm a Presszó nézőit, jó estét kívánok! Mai adásunk első felében a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál zajló tevékenységekről, illetve a környezetünk biztonságával kapcsolatos fontos tudnivalókról beszélgetünk Dányi Béla tűzoltó dandártábornokkal. Köszöntöm a kedves nézőket! A közelmúltban fűzte szorosabbra kapcsolatát a katasztrófavédelmi igazgatóság a sajtóval. Erről és tevékenységükről kérdezem Dányi Béla tűzoltó dandártábornokot, a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőjét. Üdvözlöm itt a stúdióban. Én is nagy tisztelettel üdvözlöm a televízió nézőit. Hát nemrégiben volt egy ilyen meghívásos sajtókapcsolat, ahol sok mindenről tájékoztatott az igazgatóság. Mi volt a fő szempont, mi volt a célja ennek a sajtótalálkozónak? A katasztrófavédelmi igazgatóság régóta jó kapcsolatot ápol a sajtóval. Nekünk alapvető érdekünk az, hogy a lakosságot minél hamarabb és korrektül tájékoztatni tudjuk a kialakult eseményekről, illetve a várható veszélyeztető hatásokról is. Munkatársaimmal úgy gondoltuk, hogy szeretnénk, hogyha a sajtó egy átfogóbb képet kapna a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és az alárendeltségében működő szervezetek munkájáról, tevékenységéről, ne csak úgymond események kapcsán tájékoztassanak munkánkról, hanem tudjanak segítséget nyújtani egy nagyon fontos feladatunkba, a lakosság tájékoztatásába, felkészítésébe is. És ez volt ennek a találkozónak a célja. Én úgy érzem, sikerült a sajtó munkatársaival megértessük és bemutassuk azt a tevékenységet, ami a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon folyik. Hát ugye, mikor történik egy sajnálatos baleset, katasztrófa, ugye nem tudom, műveleti területnek hívják el helyet pontos szakzsargonba, ugye ott azért bizonyos szabályokat eleve a tűzoltóknak, a katasztrófavédelmi munkat dolgozóknak be kell tartani. Igaz ez ugye a lakosságra és a sajtóra is. Szoktak ebből problémák adódni, hogy mondjuk figyelmetlenek, vagy nem veszik figyelembe az adott előírásokat az emberek, a sajtómunkatársai? Természetesen szoktak ebből problémák lenni, de nem ez a jellemző. Általában a lakosság, illetve a kárterületen lévők, mert tulajdonképpen mi ezeket kárterületnek hívjuk, a kárterületen lévők azok a káresemény felszámolását irányító vezető utasításait, intézkedéseit elfogadják, betartják, és annak szellemébe végzik tevékenységüket ott a kárterületen, ha még valamilyen tevékenységet végeznek, illetve hajtják végre azokat a intézkedéseket, amelyek annak érdekében kerülnek meghatározásra, hogy az életüket és az anyagi javaikat mentsük. Nemrégiben olvastam egy ilyen Facebook bejegyzést, hogyha megszólalnak a szirénák, mi a teendő, milyen óvóhelyre kell menekülni. Most mi a valós helyzet ezzel kapcsolatban? Ugye egyrészt rendszeres próbák is zajlanak ezzel kapcsolatban, hogy a felkészülőség az tökéletes legyen. Mi a teendő ilyenkor, ha ezek megszólalnak? Igen, hát gondolom, hogy itt a bejegyző, ő elsősorban ezekre a régi, hagyományos szirénákra gondolt, hogy azoknak a jelzéseire mi a teendő, illetve mit kell, hogy az óvóhelyet említette. Két fajta eszköz van Veszprém megyében is, ugyanúgy, mint az országban. Vannak ezek a hagyományos riasztó eszközök, ezek a motoros szirénák, amelyek valahol az 50-es, 60-as években lettek telepítve. És van egy új, modern eszköz, ez a molari rendszer, amely a lakossági riaszt, monitoring és lakossági riasztó eszköznek a mozaik szava, a molari. Tulajdonképpen ezek az eszközök, ezek a veszélyes üzemek közelébe lettek telepítve, mert az üzem környezetében monitoringozza a környezetet, tehát olyan érzékelőkkel vannak felszerelve, amely az üzembe jelentkező veszélyeztető hatásokat, ha érzékeli, akkor automatikusan ad egy riasztás tájékoztatást. Ez az eszközzel képesek előre felvett
beszéd közlésére, utasítások közlésére, illetve élőszóban is tudjuk tájékoztatni az üzem környezetében élőket, ott tartózkodókat, hogy melyek azok a magatartási szabályok, amelyeket kérjük betartani egészségük megóvása, biztonságuk érdekében. Egyébként milyen sűrűn vannak ilyen tesztek, próbák, illetve hát ha ez egy éles helyzetben megszólal, akkor mondjuk a katasztrófavédelem milyen határidőn belül tud lépni, akcióba lépni? Hát ez azonnal tudunk lépni. Ezeket az eszközöket havi rendszerességgel, minden hétfőn van ilyen csendes, úgynevezett morgatópróba, ahol teszteljük és ellenőrizzük a megyében, mintegy 50 ilyen eszköz van letelepítve ezen eszközöknek a működőképességét, és évente két alkalommal tartunk úgynevezett hangos próbát, ahol be is jelentjük, hogy tulajdonképpen ez próba, tehát a berendezéseket teszteljük, és nem pedig veszélyre hívjuk fel a figyelmet. Egyébként Várpalota és itt a környezete az milyen veszélyességű zónába tartozik? A katasztrófavédelem a országban lévő összes települést katasztrófavédelmi osztályba sorolta. Tulajdonképpen ezt a besorolást ezt mi a polgármesteri hivatalokkal együtt közösen hajtjuk végre a polgármesterekkel a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását. Három kategóriába soroljuk a településeket, 1-3-ig. Az egyes a legveszélyeztetettebb kategória. Tulajdonképpen a település, illetve a település környezetében található legnagyobb kockázatot jelentő veszélyeztető hatásra soroljuk be a települést, és itt ebben a térségben elsősorban a Pétfürdőn működő veszélyes üzemek, amelyeknek a veszélyeztető hatása Várpalotára is kiterjed, és így egyes katasztrófavédelmi osztályban van sorolva Várpalota. Ott nem tudom, ott mérgezés is, robbanás is, vagy milyen veszélyek állnak fenn? Természetesen itt vannak olyan anyagok, amelyek toxikusak is, illetve amelyek a lakosságot olyan mértékben veszélyeztetik, hogy erre nekünk azonnal intézkednünk kell. És ez a molari rendszer, mint ahogy említettem is, ebben vannak az érzékelők, és ezek az érzékelők már, ha érzik a veszélyes anyagnak a jelenlétét, már akkor jelzést adnak, már akkor tájékoztatást adnak, már akkor életbe lép a rendszer, és tulajdonképpen a lakosság fele is elmegy a tájékoztatást, illetve mi is tudjunk arról, hogy igen, ott valami történt, hisz ezeket az eszközöket folyamatosan figyeljük, és természetesen megtesszük a szükséges intézkedéseket, a helyszíne vezényeljük azokat az erőket, eszközöket, amelyek a helyzet kezeléséhez szükségesek. Sajnos voltak a utóbbi időben Pétfürdőn olyan események, amelyek erre lépnünk kellett, és örömmel jelenthetem itt azt, hogy a lakosság ebből nem érzékel semmit, hisz az üzem is rendelkezik egy olyan biztonsági tervvel, egy olyan műszaki háttérrel, szakembergárdával, akikkel együttműködve a katasztrófavédelem, ha időben, már pedig ugye ezek a rendszerek biztosítják az azonnali érzékelést, akkor meg tudjuk tenni azokat a szükséges lépéseket, hogy a lakosság ebből lehet, hogy semmit nem fog észrevenni, mert a kárt fel tudjuk számolni, és mielőtt még nagyobb mennyiségű veszélyes anyag kerülne a levegőbe, már el tudjuk hárítani a hibát közös erővel. Ezt a helyi egységet egyébként a megyei igazgatóság felügyeli, vagy rendszeresen ellenőrzi, vagy tanácsokat ad? Működik ez? Igen. Ez úgy működik, hogy a veszélyes üzemek, ezek a szevezós üzemek, ebből három kategória van, van felső küszöbértékű, van alsó küszöbértékű és küszöbérték alatti veszélyes üzemek. A felső küszöbértéki veszélyes üzemek azok, amelyek a legnagyobb veszélyeztető hatást jelentik, tehát ott tárolnak, dolgoznak fel, gyártanak, állítanak elő legnagyobb mértékben veszélyes anyagot, amely a környezetre, a lakosságra is veszélyt jelenthet. Ezek az üzemek katasztrófavédelmi engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek. Az engedély kiadásának az a feltétele, hogy ők nekik a tevékenységüket be kell, hogy mutassák. Egy biztonsági jelentés, vagy biztonsági elemzés, vagy egy súlyos káresemény elhárítási terv keretében. Ebben benne vannak azok a rendszabályok, szervezetek,
amelyek az üzembe létesülnek annak érdekében, hogyha bekövetkezik bármilyen esemény, nem kívánatos esemény, üzemzavar, abban az esetben melyek azokat, hogyan épül föl az üzemen belül a kárelhárítás, annak érdekében, hogy ez ne eszkalálódjon, ne terjedjen tovább, és ha lehet, akkor ne terjedjen a kerítésen kívülre. És ezeket elnézést, ezeket évente ellenőrizzük, és a legsúlyosabb üzemek, mint például a felső küszöbértékű veszélyes üzemek, ahol valószínűsíthető az, hogyha egy csúcsesemény bekövetkezik, akkor a kerítésen kívülre is terjedhet veszélyes anyag. A belső védelmi terv mellett, amely, mint ahogy említettem, az üzem tevékenységét szabályozza, egy külső védelmi terv is készül, ezt az önkormányzattal közösen készítjük el, amelyben benne vannak azok a feladatok, amelyeket mi nekünk és az önkormányzatnak kell megtenni annak érdekében, hogy az ott élő lakosságnak a biztonságát növelni tudjuk, illetve meg tudjuk teremteni. Hát van még egy ilyen veszélyforrása, kémények, amire talán a lakosság zöme nem is igazán gondol, hogy milyen problémák adódhatnak belőle. Júliusban ez a kéményseprési feladat átkerült a katasztrófavédelem jogkörébe, vagy feladatkörébe. Ez hogyan zajlik, hogy van ez pontosan, hogyan működik, és mik az eddigi tapasztalatok ezzel kapcsolatban? Igen, ezt a közszolgáltatást eddig ott, ahol vállalták a megyei jogú városok biztosították, illetve ők szerződés alapján azzal a kéményseprőipari szolgáltatást végző céggel, szervezettel, amelyik megvoltak a személyi és tárgyi feltételek, ott biztosították. Veszprém megyében ez a szolgáltatás átkerült július 1-ével, 2016. július 1-ével a katasztrófa védelem feladatrendszerébe. Nem a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz tartozik, az a megyei ellátási csoport, amelyik Veszprém megyében a lakossági ellátást, illetve szolgáltatást biztosítja, sormunka keretében végzik a kollégák a különböző égéstermék elvezetők ellenőrzését, felülvizsgálatát. Csak a lakosságit vettük át. Úgy, hogy az Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon egy igazgatói szervezet, ez a gazdasági ellátó központon belül alakult meg a kéményseprő ipari szolgáltatással foglalkozó igazgató helyettesi szervezet, amelynek azokban a megyékben, ahol a katasztrófavédelem látja el a lakosságnak a szolgáltatást, ott megyei ellátási csoportok alakultak. Itt Veszprém megyében alakult meg ez a megyei ellátási csoport, amely Veszprémben működik, és sormunka keretében végzi az égéstermék elvezetők felülvizsgálatát. Jogszabály írja elő, hogy a nyílt égésterű gáz, illetve a zárt rendszerű fűtőberendezéseknél két évente kell felülvizsgálni az égéstermékelvezetőket, az összes többinél, mint például a vegyes tüzelésűeknél, ott pedig évente kell felülvizsgálni az égéstermékelvezetőket a kéményeket sormunka keretében. Ez úgy történik, hogy ez tervszerűen hajtják végre, mint ahogy a nevében is benne van, sormunka, szépen mennek sorba, és hajtják végre az égéstermékelvezetőknek a karbantartását, felülvizsgálatát, hogy bedobnak a postaládába egy tájékoztatást 15 nappal hamarabb, mint amikor a tervezik, hogy abban az épületben, lakásban, házban végrehajtanák ezt a feladatot. Ha nem találják otthon a tulajdonos vagy a használót, abban az esetben egy másik időpont megjelölésével hagynak ott értesítést, és ha a második esetben sem találják otthon a tulajdonos vagy a használót, akkor a harmadik eset már úgy kell, hogy megtörténjen, hogy 30 napon belül egyeztetnie kell az ügyfélszolgálaton keresztül időpontot a tulajdonosnak vagy az égéstermék elvezető használójának, és akkor tud kimenni a kéményseprő is végrehajtani a szükséges feladatokat.
Itt nem kell a lakosságnak fizetni ezért a szolgáltatásért, a harmadik esetben sem. Csak a kiszállási díjat kell megfizesse, de csak a harmadik esetben kell a kiszállási díjat. Ez egy olyan 500 forint körül, hát ugye értelemszerűen a távolság függvényében van ez, de itt se a helyszínen kell, hogy ott kifizesse a kéményseprőnek, nem adhat, a kéményseprő nem fogadhat el pénzt a helyszínen, hanem ezt vagy csekken, vagy átutalás formájában egyenlíti ki a tulajdonos vagy a használó. Egyébként a lakosság együttműködik, illetve tisztában vannak, hogy ez valahol a saját érdekük? Én úgy érzem, hogy egyre jobban tisztában vannak vele a lakosság, tisztában van vele a lakosság, hogy ez a saját érdeke. Mi igen komoly propaganda tevékenységet folytatunk, és ezért is kérjük a sajtóba minden alkalommal, hogy a sajtó is ezt terjessze, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hisz életeket menthet. Rengeteg szénmonoxid mérgezés történik, ugye a nyílászáró cserék kapcsán egy olyan, hogy lezárják a lakást, hogy a természetes levegő utánpótlása nem történik meg a lakásoknak, és hogyha van egy konyhai páraelszívó, amely egy nagy teljesítményű, és nem jól működnek a kémények, abban az esetben az égéstermékét ez a páraelszívón keresztül vissza tudja szívni a lakótérbe a ventilátor, és abban az esetben bekövetkezhet a szénmonoxid mérgezés is. Illetve kéménytüzek keletkezhetnek, főleg ugye ez elsősorban a vegyes tüzelésű berendezéseket üzemeltető ők esetében fordul elő, amely tűzesethet, idézhet elő és tovább terjedhet. Tehát ezért nagyon lényeges az, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy igen, a kéményseprő időben el tudja végezni ezt a felülvizsgálatot, igen, a kéményseprő által elmondott megelőzés intézkedéseket, ha kell, akkor szénmonoxid érzékelőt szereljünk föl, és ezáltal is növeljük az ott lakók biztonságát. Egyébként egy ilyen szénmonoxid terjedésnél mennyi az az idő, ami rendelkezésre állhat valakinek? Hát ez, hogy ezt csendes gyilkosnak is hívják, ezért nagyon nehéz ezt meghatározni, ugye, hogy mennyi az, mekkora ott az a légtér, ahol ez az égés terméket visszaszívja ez a berendezés, vagy visszajut valamilyen úton, módon abba a légtérbe. Tehát ezt így exaktul kijelenteni, hogy 2 perc, 5 perc, 10 perc, hány perc, ezt így nem tudjuk, mert ez ugye attól függ a környezettől. Tehát akkor egy ilyen berendezésre az érdemes áldozni. Természetesen, hogy... én mindenkit biztatnék arra, hogy igen, meg kell nézni ezeket a berendezéseknek, a honlapon nálunk is találhatnak típusokat, amelyek igen nagy biztonsággal tudják az ott élők biztonságát garantálni. Az említett sajtónapon szó esett arról is, hogy nem tudom, milyen stádiumban jár a dolog, hogy egységes járműparkot szeretne a katasztrófavédelem. Ez hogyan tud megvalósulni, hogyan valósulna meg? Tehát itt a szervizelés, a beszerzés mennyivel lenne egyszerűbb, könnyebb, illetve a használat? Hát tulajdonképpen a kérdésre már részben meg is adta a választ, hisz azért, hogyha egy egységes gépjárműpark van, akkor értelemszerűen a szervizelés, a alkatrész utánpótlás lényegesen egyszerűbb és biztosított. Beindult a Magyarországon a hazai gépjárműfecskendő gyártás. A BM Heroes-nál, ez a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felügyele alatt működő gazdálkodó szervezet, ahol rába alvázra építik föl a magát a tűzoltás technikai eszközöket, illetve a felépítményt, amelybe a tűzoltás technikai eszközöket elhelyezik. Tehát ma indult a gépjárműfecskendő gyártás. Ez a KEO pályázat keretében történik, és itt gépjárműfecskendők gyártása, vízszállítók gyártása, erdőtüzes gépjárművek gyártása, valamint egyéb más a katasztrófavédelemhez kapcsolódó technikai eszközök fejlesztése fog megtörténni.
A gépjármű fecskendők közül több mint 100 darab kerül majd legyártásra. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság alárendeltségébe tartozó veszprémi hivatásos tűzoltó parancsnokság örömmel jelenthetem, december 20-án vette át ezt a legújabb típusú Hérosz Aquadux X4000-es gépjármű fecskendőt, az elsőt a megyébe. Nagy valószínűséggel januárban még egyet fogunk átvenni, január-februárban még egy gépjárművet fogunk kapni, amely szintén még a 2016-os fejlesztés eredménye, és hát így szépen fejlődni fog a megye gépjármű parkja, és remélem el fogunk oda jutni, hogy egységes magyar gyártmányú gépjármű fecskendőkkel, tűzoltó gépjárművekkel leszünk felszerelve. Hát remélem jók lesznek ezzel kapcsolatban majd a tapasztalatok. Szó esett itt még egy dologról, az önkéntes tűzoltó egységekről is. Ők hogyan kapcsolódnak be az igazgatóság munkájába? Mi az ő feladatkörük, tevékenységük? Nagyon szervesen bekapcsolódnak. A megye mentőtűzvédelmének szerves részét képezik a önkormányzati és az önkéntes tűzoltó egyesületek is. Jelen pillanatban 19 önkéntes tűzoltó egyesület működik a megyében. Ezek az önkéntes tűzoltó egyesületek a személyi állomány felkészültsége, végzettsége és a tűzoltás technikai eszközök állapota, karbantartottsága, technikai színvonala alapján kategóriákba van sorolva, 1-től 4-es kategóriáig. Jelen pillanatban sajnos még most csak egy 1-es kategóriájú önkéntes tűzoltó egyesületünk van, amelyet úgy is hívunk, hogy önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a Tótvázsonyi önkéntes tűzoltó egyesület ez, amelyik 2016. május 1-jével szerezte meg ezt a jogot, érte el azt a képességet, úgy személyi, mint technikai eszköz vonatkozásában, hogy önállóan beavatkozhat. Van most jelen pillanatban két olyan önkéntes tűzoltó egyesületünk, amelyik már elérte ezt a képességet, csak ott szolgálatszervezési problémák miatt nem tudják még vállalni ezt a magasabb kategóriát, illetve egy önkéntes tűzoltó egyesület van, amelyik szintén még látóterünkben van, hogy talán reményeik szerint belátható időn belül szintén el tudja ezt az egyes kategóriát érni. 14 kettes kategóriájú önkéntes tűzoltó egyesületünk van, 2-3-as és 2-4-es kategóriájú. A 4-es kategóriájú, ők tulajdonképpen úgy is hívjuk őket, hogy náluk elsősorban a hagyományápolás az, ami a legfontosabb tevékenységük most. De természetesen, hogy innét lehet építkezni. Ebben az építkezésben nagyon nagy segítséget nyújt a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hát tulajdonképpen a kormány, hisz biztosítja a Belügyminisztérium fejezeti költségvetéséből azt a pályázati lehetőséget, amely 2016-ban is volt a önkéntesek számára, ez 600 millió forint értékben tudtak pályázni úgy képzésre, oktatásra, technikai eszközök fejlesztésére, egyéni védőeszközök fejlesztésén keresztül, szinte mindenre, ami a mentőtűzvédelemmel kapcsolatos, illetve a működésükkel kapcsolatos szertár felújításra is többek között. És ezen pályázati lehetőségek kapcsán tudnak úgy fejlődni, és természetes az önkormányzatok támogatásával, illetve különböző szponzori támogatásokkal is ezek az önkéntes tűzoltó egyesületek, hogy el tudják érni ezt a kategóriát. Ebben mi, mint ahogy mondtam, nagyon nagy segítséget nyújtunk nekik, hisz a képzéseket mi szervezzük, illetve folyamatos konzultációt folytatunk velük, hogy mit kell tegyenek annak érdekében, hogy ők magasabb kategóriába tudjanak lépni. Mi mit javaslunk nekik
úgy képzés-felkészítés, úgy, mint technikai eszköz vonatkozásában, hogy mire pályázzanak, miket kellene beszerezni, és természetesen a képzés-felkészítést azt elsősorban a hivatásosok tartják a számukra, és ebben a hónapban kapták meg, most, ha jól emlékszem, egészen pontosan december 19-én adtuk át a önkénteseknek a 2016-ban elnyert pályázaton elnyert eszközöket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Hát gratulálok nekik. Én is, és biztatok mindenkit, hogy pályázzon. Biztatok minden egyes települést arra, hogy igen, élesszék föl, mert nagyon sok helyen vannak, úgymond, még megvannak az emlékek, írásos emlékek is, még tárgyi emlékek is, hogy a településen valamikor működött egy önkéntes tűzoltó egyesület, csak valamilyen oknál fogva elhalt. Én kérek a települések vezetőit is, illetve azokat a honfitársainkat, akik indítatást éreznek arra, hogy tegyenek a közösségért, hogy álljanak az élére, és mi minden támogatást megadunk, hogy a településen ezeket az alvó önkéntes tűzoltó egyesületeket felélesszük, és ha lehet minél hamarabb működő önkéntes tűzoltó egyesületé tudjanak válni, hisz ezzel a helyben a biztonságot erősíteni tudjuk. A lakosságnak is alapvető érdeke az, hogy ez a biztonság ez tovább erősödjön. Hát reméljük így lesz. Egyébként eléggé szerteágazó tevékenységé vált mára a tűzoltók munkája. Nem a könnyű foglalkozások körébe tartozik. Milyen az utánpótlás? A fiatalok mennyire érdeklődnek, illetve kapcsolódnak be? Én úgy érzem, hogy nincsen problémánk az utánpótlással. Eleve a tanuló ifjúság felkészítésére nagy hangsúlyt fektetünk, hisz megjelenünk az általános iskolákba, középiskolákba, különböző versenyeket szervezünk, katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeket. Illetve a középiskolásoknak már közösségi szolgálatot szervezünk, hisz tulajdonképpen az érettségének a feltétele az, hogy bizonyos óraszámba közösségi szolgálatot teljesítsen az érettségi előtt álló tanuló. És ebbe is például tűzoltóképzést is tartunk, alapképzéstnek tulajdonképpen a 35 óráját tartjuk meg, tehát egy komplex alapképzést kap a ide jelenkező fiatal, és amikor elérte a 18. életévét, akkor visszajön, és ezt az alapképzést leporolva, felfrissítve egy 5 órás felkészítést követően eredményes vizsgát tesz, és akkor a településen be tud kapcsolódni az önkéntes tűzoltó egyesületek munkájába is. De hivatásosként is, én úgy érzem, a fiatalok számára vonzó ez a pálya, az életpálya modellel úgy az erkölcsi, mint az anyagi megbecsülés is erősödött a tűzoltó megbecsülése, ilyen irányú megbecsülése, és büszkén mondom, hogy a egyenruhás szervezetek közül a társadalmi elismertsége, megbecsülése, az állampolgárok bizalma a tűzoltókkal szemben a legnagyobb Magyarországon. És hát azért egy ilyen szervezetnek, tagjának lenni megtiszteltetés, én úgy érzem. Ezt én is így érzem. Nyakunkon a téli időszak. Milyen feladatok várnak ilyenkor az igazgatóságra? Hát a tél az tulajdonképpen hozhat katasztrófa a helyzetet, hisz gondoljunk vissza 2013. március 13-14-én, amikor váratlanul beköszöntött az a rendkívüli téli időjárás, amely úgy tudom, igaz, én még akkor nem voltam itt a megyében, de a megyében is komoly problémákat jelentett. Erre még készülünk, tudatosan készülünk. Úgy készülünk föl, hogy természetesen megtesszük a személyi állomány felkészítését, hisz azért a téli beavatkozásoknál, elhúzódó téli beavatkozásoknál azért ez egy másfajta igénybevételt jelent az állomány részére. Elvégezzük a saját technikai eszközeink felkészítését, a téli rendkívüli útviszonyok és viszonyok leküzdésére. Vannak együttműködő partnereink, itt gondolok a közútra, a rendőrségre, a mentőszolgálatra, karitatív szervezetekre, akikkel együttműködve áttekintjük közös feladatainkat,
Megnézzük azokat a kockázati helyszíneket, amelyek a rendkívüli téli időjárás bekövetkezésekor a legnagyobb kockázatot jelentik, hisz hófúvások keletkezhetnek ezeken az útszakaszokon, hogy ott megtörténtek-e azok a megelőző intézkedések, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ne keletkezzen, de ha bekövetkezik, akkor a környezetében lévő településeken hol vannak azok az általunk kijelölt szükségparkolók, melegedő helyek, befogadó helyek, azok milyen állapotban vannak, fel vannak-e készítve arra, hogy ha bekövetkezik ez a hótorlasz útakadály, akkor ott a lakosságot idéglenesen vagy az úton lévőket el tudjuk helyezni. És hát ugye ezt a védelmi igazgatás területén is szerbe számba vesszük ezeket a feladatainkat, úgy a polgármesterekkel, mint a helyi védelmi bizottsági üléseken és a megyei védelmi bizottság ülésein is. Ezek megtárgyalásra kerülnek, hisz itt, mint ahogy említettem, egy koordinált, összehangolt tevékenységre van szükség ahhoz, hogy a lakosság lehetőleg minél kisebb áldozatot kelljen, hogy hozzon, hogy a téli időjárás következményei ne veszélyeztessék őket. Hogyan tovább 2017-ben lesznek-e változások? Én bízom benne, hogy mint ahogy 2016-ban is, ha bár igaz, még most az interjú készítése időszakában még nem értünk teljesen az év végére, nem lesz katasztrófa, hisz az a legjobb. Ha nincsen, a felkészítésre továbbra is kiemelten nagy hangsúlyt fogunk fektetni, és a megelőzés területén tovább fogjuk erősíteni tevékenységünket, hisz itt, ahogy az interjúból is kitűnt, azért nagyon sok olyan feladat van, amelyet folyamatosan kell, hogy végezzük annak érdekében, hogy a biztonságot erősíteni tudjuk. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én köszönöm a lehetőséget.